A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Fehérvár Csurgónak Károlyi Kastély adott otthont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fehérvár megyei szakmai fórumának. A tanácskozáson az előadások érintették a földügyeket, a gabonakérdést, illetve az agrár- és vidékfejlesztési támogatások aktualitásait egyaránt. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke előadásában a gabona ágazat helyzetét és kilátásait elemezte. Azt látjuk, hogy megváltozott a termelés, megváltozott a világ, nem ugyanaz, mint 8 évig volt, ugye tavaly jött az első probléma, de hát ebben egy kicsit boncolgassunk bele először egy ilyen külföldi kitekintést, hogy adjak önöknek. Ha rámegyünk a következő diára, ha sikerül, és miért ne sikerülne, akkor láthatjuk a felső két vonalat, vagy itt mutogatok két pajlik, ha megengedik. A felső két vonal a termelés és a felhasználás a világ összes gabonának. 2300 millió tonna gabonát termelnek a világon. Ugye, hogy ezt el tudjuk helyezni magunkba, ugye mi általában olyan évi 20 millió tonnát tudunk termelni, és úgy néz ki, hogy 2023-ban is ugye ez a 20 millió tonna körüli termés lesz Magyarországon. Ugye tavaly volt egy hatalmas agyasszály, menjünk tovább, egy kicsit kezdjük el boncolgatni a kukoricát. Itt a kukoricát látják, ugye itt is sajnálatosan nő az előzőnél, és látjuk, hogy folyamatosan nő és a termelés és a felhasználás. Ugye ebből következik, hogy kukorica világon a legnagyobb területen termelt növény, 1200 millió hektáron termel, 1200 millió tonna kukorica termel. Ugye nekünk 23-ban most 6 millió tonna kukoricát fogunk betenni a raktárakba. Az előző évben volt ez a hatalmas asszály, ahol 2,7 millió tonna termet. Tehát látjuk, hogy nem mi vagyunk a nagy játékosok ebben a műfajban sem. De ugye ezt tudjuk, hogy ugye a növekménynek ugye az az oka, hogy egy átlagos földi polgár az 670 kiló körüli élelmiszert kéne, hogy elfogyasson, és annyit is fogyasztanak el a jobb helyen élők a világon. Ugye, hogyha 8 milliárd emberrel számolok, az 54 milliárd tonna élelmiszer fogy a világon, tehát egyértelmű, ez a növekmény nem olyan csoda, hogy attól nem kell félni, hogy többet termelünk, ugye a világlakosság nő, életszínvonalat nagyon sok helyen nő, ezért ugye nem csak cereáliákat, hanem állati fehérjéket is szeretnének fogyasztani, és egyre többet, és aki teheti, az meg is fizeti. Ugye ezen az ábrán azért van egy-két dolog, hogy a világ átmenő készletei 300 millió tonna körül vannak, ugye ezek nagyon nagy tétel, ugye mi beszélünk a 6 millió tonnás termésekről, és azért érdekes ezeket nyilván tartani, ezeket az átmenő készleteket, hogy változnak. Mert a kutatók azt figyelték meg, hogy a világ átmenő készleteinek a változása van a legnagyobb hatással a világpiaci árszintekre. Csak ugye ellentétes az a dolog, tehát hogyha csökken az átmenő készlet a világon, és mondjuk ez egy kimérhetően jelentősen csökken, akkor valószínűleg az árak viszont emelkedni fognak. Tehát ellentétes operáció, és ezek a kutatók megnézték a több ilyen paramétert, hogy hőösszeg, csapadék, minden, és higgyék el neki, hogy ez a legnagyobb, legszorosabb kapcsolat, tehát a világ átmenő készletei és az árszintek között. Ugye itt még látunk egy zöld oszlopokat, ezek azt mutatják, itt a kukorica esetében, hogy az USA-nak mennyi az exportáru alapja a világon. Ugye ez azért kell, tartják nyilván, hogy valami gond van, akkor ugye be tud Amerika segélyével, vagy valamivel be tud avatkozni. 2023 egy nagyon érdekes szám ebből, ugye az pedig az, hogy az Amerika, Észak-Amerikán, USA-nak a exportáló alapját Brazília megelőzte, ezt meg fogom önöknek mutatni. Folyamatosan fogok beszélni Kínáról is, mindig egy-egy mondatot mondok. A kukorica esetében a Kínában van a világ átmenő készlet 65%-a.
Tehát ugye van az a jó vicc, hogyha Kínába bekerülsz, akkor szerencsét van, megesznek, nem más csinálnak veled, bocsánat a ördögnek, hogyha ez kicsit erős lenne. De tehát értik, tehát, hogy ez a 65%, amit a világ átmenők észre, látják itt orrat is a... Jó. Tehát a 65% az nem fog visszajönni, tehát azért, hogy ilyen feszültben van. Jó, tehát menjünk tovább. Ugye megnézzük a nagy játékosokat, USA, Brazília, EU, ugye EU-ban látjuk a tavalyi asszályt, nem csak nálunk volt asszály másodnak, Argentinában volt egy komoly, ezt azért tettem a vetés, meg plusz miniszterelnök úr is ott van most a hétvégén, ugye az ukránok a háború miatt. Ugye látjuk USA legnagyobb játékos ebben a történetben, a média hatalma csak egy ilyen zárójeles történetben, hogy elkezdett egy picit a ősszelen, október környékén mozdulni a világpiac, egyből bedobták, hogy USA fel fogja emelni 400 millió tonnára a termelését, hogy nehogy már itt elinduljon az ár, és ugye egy magyar újságíró, meg nevét hagyj nem vétsen, meg nem előbb-utóbb bíróságra kerülök, tehát meg megírta, hiába csökken Ukrajnában a termőtelek minden, nagyobb lesz a termés Ukrajnában, nagyobb lesz a termés, úgyhogy ez egy ilyen történet, sajnos itt a média beavatkozik. Brazília. Ugye Brazíliában az elmúlt három évben rettentően nőtt a kukorica termése. Egy La Niña jelenség volt, ezt meg fogom önöknek mutatni. Ez a La Niña következtében Brazíliában felhalmozódott egy hatalmas készlet, és ugye ezért nem haltak éhen Afrikába, az orosz-ukrán háború kitörésről, mert ezt a készletet tudták egy jó részét eladni afrikai országoknak, és ugye ezért nem kellett gyakorlatilag az ukrán és orosz búza Afrikába, mert ugye innen ellátták őket. A következő grafikon ez azért van, hogy itt a háttéradatok rajta vannak, ha valakinek kell, akkor oda lehet adni, tehát ez egy nyilvános dolog, tehát az előadásra ott mehetünk tovább. Ugye kukorica és az árpára, itt látjuk a világon. Ugye mikor változott meg ez az árszint, mikor volt ez az árrobbanás, mindenki azt mondja, hogy a orosz-ukrán kitörése, nem, hamarabb volt ez. Ez pedig akkor volt, amikor itt, ezen a tájékon a kínaiak túl tették magukat az afrikai sertéspest is okozta káron. Ugye mi történt? Az az afrikai sertéspest is, ami nálunk itt van a vaddisznóban, ők náluk a házi sertés állományt is lepadlózta, tehát ki kellett vágni, hatalmas árrobbanás volt náluk. És ugye ott még a kínai kommunista párt központi bizottsága hozott egy ilyen dolgot, amikor újra kell telepíteni a sertéstelepek, építettek 3000 sertéstelepet, ugye, és eldöntötték azt, hogy hát biztonság szempontjából, ugye mi a legnagyobb biztonság, hogyha ennek egy évre megveszem a takarmányát előre a világpiacon, ezt ők meg is tették, és egy ilyen 15-20%-ot emelkedett a világpiac abban a pillanatban, amikor megjelentek a kínaiak, ugye pénzük van kínaiaknak, megjelentek a piacon. Ugye tudják, mi az afrikai sertéspest is, ugye? Tehát az a szusz latin nevű sertésfajtákat, a latin neve szusszal kezdődik, azokat 3-5 napon belül elteszi lábalól, egy nagyon agresszív vírus. Ugye Magyarország keleti ország részben a vaddisznó állományt padlózta le. Ugye ez volt Kínában, de Kínában nem csak a vaddisznókban, hanem a házi sertést is kiirtotta. Ugye ez volt az első, erre az első momentum, hogy emelkedett az ár. A második áremelkedés pedig a Covid-nak a kitörése volt. Ugye ez 2020 márciusa környékénre esett, akkor ugye lezáródtak a határok, nem mozogott az áru, és egy komoly, megint egy ilyen áremelkedés indult el, aminek az volt a következménye, hogy mi termelők körültünk, mert ugye a termelés nem változott, maximum munkaszervezési kérdések merültek fel, és az ár meg robbanásszerűen emelkedett, azért, mert ugye a Covid
kitört logisztikai problémák. Ugye ez hasonló ahhoz, ami 2010-ben volt. Az afrikai tavasz, ugye tudják, Észak-Afrikában milyen forradalmak törtek ki egymás után, ott pedig az volt az előzmény, hogy a oroszok az exportjukat leállították gabonából, és pár nap alatt háromszorosára emelkedett az élelmiszer Észak-Afrikában, és ugye a politikai rendszerek ezt nem bírták ki. Ugye a harmadik áremelkedés, ez a legnagyobb áremelkedés, az akkora, mint az első kettő egyben, ez pedig a orosz-ukrán háború kitörése volt. Ugye mi történt? Ugye oroszok elindultak Kijev felé, és elkezdték a Fekete-tengeri ukrán kikötőket bombázni és rakétákat támadni, hogy a ukrán álló kiszállítása fejeződjön be, ne menjen. Ennek következtében volt egy hatalmas árrobbanás, és ugye hát ugye a világ elkezdett sírni, hogy hú, szegény afrikaiak, meg ilyenek, meg olyanok, segíteni kell rajtunk. És ugye elindult 2022. július 19-én az első tengeri kiszállítás Ukrajnából, ugye ez a tengeri folyosó, ENSZ főtitkár rajta van, ugye nagyon jól voltak, mint ahogy szoktak általában ezek az emberek lenni, és gyakorlatilag nem Afrikába ment, és nem búza volt rajta, hanem kukorica, és Észak-Írországban. Tehát majdnem jó, tudják, ez a Moszkvában nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, van ez a vicc, amúgy a több igaz. Na és akkor ugye ennek következtében nem termés, elkezdett csökkenni az ár. Utána tetézte a problémát az, hogy a szárazföldi szállítás is elindult. Ugye mit kell tudni? Ugye a háború előtt, hogyha az ukránok havi 5 millió tonna gabonát tudnak kiszállítani a tengereket, 5 millió. Tehát mi annyit termelünk búzából egy évben, az nekik a havi kiszállítás volt. Ugye azt látták, hogy ezt nem lehet megoldani most a tengeren, szárazföldön megint be kellett kapcsolni a szárazföldi szállítást. Ugye ott pedig azt is lehetett látni, mert ugye nem nehéz, akik értenek a vasúthoz, egyre többen sajnos. Na, azok meg ugye látták, hogy 2 millió tonna lehet a maximális szárazföldi kiszállítás Ukrajnából, ugye ezt a kettőt össze kell kapcsolni, elindul az álló. És itt van Magyarország a mi tragédiánk is, hogy a világpiaci árszinttől van egy sokkal alacsonyabb ár, ez az ukrán ár. Az ukrán ár pedig ugye bejött az áru, elkezdték szállítani szárazföldön Nyugat-Európa felé. Tehát van ennek egy problémája a szárazföldi szállításnak, sok, de az egyik az, hogy 6-8-szor drágább, mint a tengeri szállítás. Tehát mi történt? Elindultak szépen Nyugat-Európa felé, hogy majd kiszállítják az ukrán gabonát. Ugye egyik oldalról Dél-Amerikából vettek GMO-s kukoricát Afrikába, így már nem kellett azon az áron, mint ami volt. A másik, ugye tavaly nem termett nálunk kukorica jóformán, ennek következtében volt egy csomó üres raktár, és nagyon sokan azt a üzleti lehetőséget látták, hogy majd tároljuk az ukrán gabonát, és majd kapunk pénzt, tudjuk fizetni a hiteleinket. Csak ugye ezzel az a baj, nem ment tovább. Ugye egy nagyságrendileg érzékeljék ezt, ugye nem csak a beszállítás ment, meg az átszállítás, ami végül nem történt meg, hanem külön a Romániából, Szlovákiából és Lengyelországból is áttárolások is történtek. Ugye nagyságrendileg egy dolgot hagy mondjak ebben. 2022-ben 172 000 kamionnal jött be több Romániából, mint 2021-ben. Tehát 172 000 kamion. Ugye, hogy egyszerűen számoljunk közösen, az a 172 000 kamionból feltételezzük, hogy 100 000 kamionban volt gabona. Azt is feltételezzük, hogy ezek rendes, tisztességes emberek, ezt csak így macskakörömben mondom, és rendesen 24 tonnával voltak megpakolva ezek a kamionok, akkor a 100 000 kamionon volt 2,4 millió tonna gabona, csak Romániából. Ugye és a 72 000-en meg mondjuk hoztak jó erdélyi levegőt, most valószínűtlen, de mondjuk valami. Tehát értik,
És ez csak Románia, és nem tudjuk Szlovákiát, és nem tudjuk Lengyelországot, hogy mennyi gabona jött ide be ezekből az országból, és gyakorlatilag most az export piacokon ezzel szembesítenek minket, hogy kötök Magyarországon szerződést, és nem tudom, hogy most magyar árut kapok-e, vagy ukrán áttárolt árut, és ez a legnagyobb probléma, ami most van a piacon, hogy nagyon nagy a bizalmatlanság alakult ki. És ugye ne felejtsük el azt, mert inkább búzánál lesz érdekes, de majd elmondom, menjünk tovább. Tegyünk át a búzára, hogy a búzába azért sokkal kevesebbet termelnek a világon, 800 millió tonna búza terem a világon, ugye ennek ugyanez a átmenő készletek, igaz ez a történet, amit az előbb elmeséltem, és ugye a zöldel, itt pedig a 8 legnagyobb exportőrnek a exportáló alapját tartjuk nyilván, akik kereskedelmi elemzéssel foglalkoznak, mert hogyha valami válság van a világon, akkor ezzel lehet beavatkozni, de ugye a tavalyi év ez megdöntötte, ugye nem búzával pótolták az afrikai hiányt, hanem dél-amerikai kukoricával, és hát ugye van az a vicc, hogy hát nem mindegy neki, hogy ukrán gabonát eszik, vagy GMO-s kukoricát, dehogy nem, tehát aki azon a színvonalon élnek, segélyből kapja, annak ez teljesen mindegy. Ha megyünk tovább, ugye itt is látjuk a nagy játékosokat, az EU 130, nem érik el a 140 millió termés, oroszok, ukránok, ezt mindjárt elmondom, egy érdekesség, ez itt az a kiugrás itt az oroszoknál, ugye 2022, biztos emlékeznek, figyeltük nagyon, hogy mozognak a harci események, hát valami történik a médiában, ugye azt láttuk, hogy ilyen április-májusra az oroszok elérték Kijevet, és akkor ott álltak egy ilyen 2-3 hétig, és utána visszavonultak. Emlékeznek erre? Állítólag eközben elloptak 10 millió tonna búzát a ukránoktól, és ezt beírt, ugye amerikai a statisztikának egy része, és ezt beírták a statisztikába, csak ugye a sztori komolyságát lássuk, tehát hogy 10 millió tonnát hozzáértek az orosz terméshez, hogy állítólag a háború folyamán ellopták tőlük. Ugye, mi okozta ez a hatalmas pánikot a búza ügyében tavaly? Ugye, ha megnézzük az oroszokat és az ukránokat, akkor ilyen 110-120 millió tonna termés szokott nekik lenni búzából. Ugye, ez, hogyha nézzük a termést a 800 millió tonnának, az egy hetede, egy nyolcada. Ugye tudjuk, hogy az egy heted nagyobb, mint az egy nyolcad a tortából. És hogyha jobb termésük van, akkor ugye 120 millió tonnát termel, kevesebb, akkor 110-et. De viszont a világkereskedelemben a háború előtt a egy negyedét, ha kötöttek üzletet, az vagy orosz, vagy ukrán volt. Tehát mondom máshogy a példát, tehát minden negyedik kiló búza, ami a világpiacon megfordult a háború előtt, az vagy orosz, vagy ukrán származás volt. Ugye érezzük ennek a súlyát, ugye? Még egy példa, hogyha elnök úr vett volna ide egy nagy tortát ide a középre, és majd azt mondanák, hogy megesszük a végén, mindenkinek jut egy szelet. Ugye látjuk a jelenlétű, mindenkinek jut egy szelet, és akkor én itt a előadás végén így felkapnám a negyedét ennek a tortának, és elmennék vele. Mi történik? A kínálat negyede egy nap alatt eltűnik, itt egy pillanat alatt eltűnik, a világpiacon meg a búzának, a kínálatnak a negyede eltűnt a piacról. Értik, amiért kiverte a biztosítékot, és akkor az a hatalmas árrobbanás volt búzából. Egyértelműen azért, mert a kínálat eltűnt, ez se termelési oldal volt, hanem a kínálat tűnt el a logisztikai problémák miatt. Menjünk tovább. Ugye itt látjuk, ugyanezek az árak vannak, ezek az emelkedés, ugye itt a háború, itt pedig a áraknak a leesés, ilyen alacsony az ár. Két példát hagyd mondjak el, ugye a háború előtt bele volt kényelmesedve a világ abba, hogy az orosz-ukrán búza, gabonák
nagyon könnyen kijutnak a világpiacra, ugye Fekete tenger, Földközi tengeren keresztül, olcsó a szállítás, ugye közben kiderült, hogy a nemzetközi vizeken pakurát használnak, nagyon környezetszennyező, de hát nekik minden szabad, ugye kijutottak az áruk, és ugye ebbe a világ, Észak-Afrika, Dél-Európa teljesen belekényelmesedett ebbe a történetbe, és ez is a pániknak egy része, azt próbálom itt még kifejteni. Két dolog, az egyik, Egyiptomban 100 millió ember lakik. Az egyiptomi mezőgazdaság 36 millió embernek tud élelmet biztosítani. Tehát 60 valamennyi millió embernek Egyiptomban importból kell megoldani az élelmezését. De ez sok mindent felvet, hogy azért mondjuk zárójelben milyen megbecsült emberek lennénk itt az országban, ez a helyzet lenne, de másik oldalról nem biztos, hogy jó lenne. Ugye még egy példa, ugye nem csak gabonáról, hanem olajos növényekről beszélünk. Ukrajnában öt nagy növényolajgyár van, és ugye ezeknek a terméke is nem vetőmag, nem magként, tehát a olajos magokra vámot vetettek ki, hogy az ő gyáraik tudják felhasználni ezeket a termékeket, és ugye ezért van most nagyon olcsó ár napraforgóban, mert ugye az ő gyárat lebombázták, és akkor ebből ennek a mag is megjelent az európai piacon. De visszatérve a példára, a nagy kényelembe például a spanyolok jóformán a napraforgó olajgyártásukat megszüntették. Tehát olcsóbban jött be az ukrán napraforgó a tankerbe, mint a megtermelni, feldolgozni, mindenféle gond miatt. Ez a kényelem, tehát ugye hozzászoktak ehhez. És ugye nem az olívaolajról beszélünk, hanem a rendes ilyen Éden, vagy mit tudom, van ilyen márkanév a boltban. Ez ilyen 1 euró, 1 euró 2 cent áron ment a mielőtt jött ez a probléma, és ugye egyszer csak szembesültek vele, hogy Ukrajnából nem fog jönni étolaj, ez 4500 forintra emelkedett ez a 400-420 forintos olajnak az ára 2 hét alatt Spanyolországban. Tehát gondolják el, hogy 10-szeres áremelkedés 2 hét alatt, mert ugye bele voltak kényelmesedve ebbe a szituációba, menjünk tovább. Ugye itt is, ugye az a búzára lenne szükség a világon, ugye a búzánál elfelejtettem mondani, hogy az átmenő készletek 50%-a Kínában van. Tehát ugye ott nem 55%, 50%. Ugye végül a búzára lenne igény egy ilyen 100 millió tonnát a világ fölvásárolna, ugye itt beszéltünk Észak-Afrikáról, 30 millió tonna, a szubszaharai térségben is egy 25-6 millió tonnára lenne szükség, és a kis-ázsiai része is egy 25 millió tonna árura lenne szükség, tehát a búzának lenne kereslete, csak ugye, ha pánik helyzet van, akkor nagyon sokan helyettesítik ezt ugye kukoricával, ugye ez eddig nem volt. Ugye Kínáról is beszéljünk egy picit, itt ugye látjuk, hogy a Kína világpiacon egy 11 millió tonna búzát vásárol meg, ami nem jelentős tétel, de hogyha tovább megyünk, akkor ott látunk egy nagyobb problémát. Ugye egy kukorica, ez ugye csak egy felvezetőként, ugye majdnem 300 millió tonna a kukorica felhasználása Kínának. Azért láttuk, hogy 300 millió az átmenő készlet, 1200 millió tonna terem, és ebből 300 millió Kínába használódik föl. Ugye, és ehhez nem sok, mert 17-18-20 millió tonna körüli importra van szükségük, hogy ugye ezt a sertéstelepeket mindent el tudjanak látni, de egyébként nagyon magas a termelésük is, 280 millió tonna körül vagy fölött termelnek a kínaiak, csak ugye a mi 5-6 millió, 6-7 millió tonna kukorica termésünkhöz képest, ők majdnem 300 millió tartak. De amire figyelni kell, az pedig a szójabab. A szójabab viszont előrevetíti, hogy hatalmas növényi és állati fehérje hiány fog jönni a világba. A Kínának, hogy ugye beszéltünk arról 3000 sertéstelepről, és ugye eljárt az átnyésztést,
Ez közel 100 millió tonna szója importra van szükség. 100 millió tonna szója, ez nem hangzik soknak, nem? A magyar szituáció következő, 57 ezer hektáron termeltünk idén szóját, 177 ezer tonna szóját takarítottunk be. Na most, ugye, ha ezt utána számolunk, a magyar termés kevesebb, mint nekik az egyheti beszállítás. Mi logisztika kell ahhoz, hogy ő 100 millió tonna szóját le tudjon fogadni egy évbe? Ebből azért lehet következtetéseket levonni, biztos annak olyanok a teremben, akik most nem fognak örülni, de tehát, hogyha ebbe egy belegondolunk közösen, akkor azért ebből látszik, hogy az import szójára nem kellene a magyar állattenyésztést alapozni. Mert van egy erősebb kutya az utcában, aki az csinál valamit, akkor annak szoktak kiskutyái születni. Bocsánat, a hölgyekről megint tudom. Ezért csak ugye nem mondtam a lényeget, kihagytam. Tehát értjük, tehát Kína fogja ezt az egészet meghatározni, és e felé megy a világ, és ugye megint akik jobban értenek az állattenyésztéshez, mint én, biztos sokan vannak, mert én csak a növényekkel foglalkoztam a világéletemben, az pedig azért elgondolkodhatunk rajta, hogy milyen színvonalú az a 3000 sertéstelep, ha kell hozzá közel 100 millió tonna szója. Vagy, tehát az, az már nagyon modern telepek lehetnek, úgyhogy ez egy ilyen, és ez fogja meghatározni sajnos a közeljövőt, hogy a fehérje, ami a világon megtermelődik, az hogy megy ki Kína felé. Mehetünk tovább. De ilyen rendezvényen jót is kell mondani, mert elnök úr nem hív meg többet, tehát ugye ilyen konszen a jó rész a történetnek. Ugye ez az olajár, dollár és barel, ez egy térfogat egység Amerikában használják, de nem a hordót jelenti. Az a lényeg, hogy azt mondják az ellenzők, hogy az olajár emelkedik, ugye itt most a közel-keleti válság, tehát a Hamas-Izrael konfliktus miatt fog emelkedni, nem csak a termelés, hanem a kiszállítási problémák miatt. Ha 100 dolcsi fölé megy az olaj ára ebbe a barel egységbe, akkor pörgetni fogja a gazdaságot, és ez áttevődnek majd a commodity termékekre is, tehát a gabonákra, minden egyébre, és annak is az árának egy árrobbanás előtt állhatunk. Tehát nem tudjuk mikor, nem tudjuk, hogy fog ez elkövetkezni, de hogyha az a konfliktus egy-két nap alatt nem záródik le, már látjuk, hogy nem fog lezáródni, akkor várható egy áremelkedés a piacon, amit még nem tudunk, hogy ez mikor fog elkövetkezni, de hogyha megyünk tovább, akkor egy másik, egy dél-amerikai dologról kell, hogy beszéljek. Ennek több oka van, hogy ezt szeretem elmondani. Az egyik az, hogy már a magyar sajtóban is megjelent, hogy El Niño, meg La Niña, meg mit tudom én, micsoda. Nem, nálunk nincs ilyen, tehát nincs ilyen. Ugye ez a La Niña jelenséget látjuk. Ugye mit látunk a térképen? Ausztráliát, Dél-Amerikát, egyenlítő. Nem tudjuk ezt kicsit élesebbre tenni? Valami. Ugye egy mozigépészkedés is lesz. De itt látjuk, és itt lehet lent a déli sark és a déli sark, ugye itt pedig Ausztrália és Dél-Amerika. Ugye mi történik? Az történik, ugye azt mondtuk, hogy az elmúlt három évben ez a La Niña jelenség volt, de spanyolul kislányt jelent. Körülbelül 100 éve kezdtek el erről beszélni a halászok, hogy mi van ezzel a helyzettel. Ugye gyakorlatilag az La Niña jelenség a következő, a déli sarkör felől hideg víz megy Dél-Amerikába. A dél-amerikai kontinens sem hűvösebb van, nagyon sok vihar van, nagyon sok csapadék van, és ennek következtében jó termés van. Ugye az elmúlt három évben ez volt, és utána ez a hideg víz az egyenlítő környékén felmelegszik, és úgy jön az ausztrál-indonéz partokhoz. Ugye a másik jelenség ennek majdnem a fordítottja,
az pedig az El Niño, a kisfiú, az következő dolog történik, hogy Ausztrál északi partoknál Indonézia egyenlítő mentén elindul a víz Dél-Amerikába. Ugye ez folyamatosan melegszik itt az egyenlítőnél, hogy ott meleg van, és Dél-Amerikába pedig rettentő komoly szárazságot, hőségrekordot és termést, kiégést okoz. Ez a jelenség van jelenleg Dél-Amerikában. Igazán nem tudjuk, tehát egy ilyen másfél hónap van hátra ebből, akkor lehet majd nagyjából tudni, amikor elindulnak ott is az aratásokkal, hogy mekkora kárt okoz ettel. Én tudom, csúnya dolog, hogy most abba kell reménykedjük, hogy náluk nagy kár van, és akkor nálunk emelkedni fog az ár, de úgy néz ki, hogy ez a két jelenség, amiről az előbb beszéltem, ez valahol ár emelkedés fog indukálni, hogy ez mikor történik, azt nem tudom. A következő a normál állapot, és hogyha megyünk tovább, akkor áttérünk Magyarországra. Nem tudom, mennyi idő van még. Magyarország 2022-ben ugye volt egy hatalmas nagy aszály, nem tudom Fejér megyét mennyire érintette, de délkeleti ország részben teljes a kapás növények tekintetében teljes kampecot okozott, és ugye ennek következtében megváltoztak a dolgok. 22 őszén rekordmennyiségű őszi árpát vetettünk, és emelkedett a búzának is a vetésterülete, és mellette volt egy hatalmas inputanyagár robbanás. És ugye megtermett ez az árpét 23 nyarán, és ugye aratás közben azzal kell szembesülnünk, hogy nincs piac, nincsenek itt az olasz levők, ugye nyáron mindig elvitték eddig a takarmány árpát. Ennek az a következő azért volt, mert a nyugat-európai felvásárlók abba reménykedtek, hogy a von der Leyen asszonyt rábírják venni arra, hogy adjon tranzit támogatást az ukrán terményekre. Tehát ugye sajnos ezt Magyarországon se értették egy darabig, hogy miről van itt szó. Tehát arról lett volna szó, hogy aki Nyugat-Európában ukrán származás Ukrajnából vásárolt, kap hozzá tranzit támogatást, tehát 30 euró per tonna fuvardíjat. Tehát értik, hogy annyival kevesebb, mert bizonyított, hogy veszel 100-at, én adok neked 100-szor 30 eurót hozzá támogatásnak, hogy onnan vedd meg. És ugye hiszékenyek az olaszok, ők azt hitték, hogy ez menni fog, ezért Magyarországról nem keresték csak a 14-14 feles fehérjéjű búzákat, mert úgy gondolták, hogy azt a többi minőséget, amit eddig vettek takarmánygyáraknak meg ide, azt majd az ukránoknól megveszik. És körülbelül mostan az a pillanat, amikor most már mindenki felfogta a Nyugat-Európába is, hogy nem lesz tranzit támogatás, tehát az Európai Unió nem fog arra pénzt adni, hogy te Ukrajnából vegyél. Egyébként jelentősen csökkent nekik is a termelésük, és tehát ez okozza ezt a problémát, amiről már itt az átszállítások mellett beszéltem, hogy nincsenek itt az olaszok, és nem vásárolták meg, mert ugye abban reménykedtek, hogy Ukrajnából kapnak árut. Menjünk tovább, és még egy tovább. Ez nem az én telefonom. Igen. Ugye látjuk azért a őszieknél is a kapásnak betöltést, nem értük el a 3 tonnát napraforgóval. Egy sokkal jelentősebb csökkenés volt a kukoricavetés területben, ez nem csoda. Ugye ami dél-kelet magyarországi tavalyi fiaskó, ez egyébként majdnem megismétlődött megint, csak most ilyen 3-4 tonnákat termeltek. Azt gondolom, hogy aki 22-ben nullát termelt Békés megye környékén, most meg 3-4 tonnát, azt azért nehéz lesz rávenni még egyszer, hogy kukoricát termesszen. Ugye hát itt közel van Szabadegyháza, meg ugye a Duna, ennek következtében van relevanciája a termesztésnek. A többi esetleg azt kell még kiemelni, hogy a legnagyobb normális kb. Annyit vetettünk repcéből, mint eddig. Az, hogy mennyit evett ki belőle a pocok, ezt még nem lehet tudni.
most kellene, hogy felmérjük a vetéseknek a minőségét, de hát ahol 10-15 centit hó áll a vetésen, ott azért nem tudjuk felmérni a vetés állapotokat, ez ilyenkor december 10-e környékén szokott lenni, úgyhogy ezzel halasztanunk kell, pedig egy nagyon jó információ lenne, ugye őszi búzából is sokkal kevesebbet vetettünk az elmúlt évben, hogy mennyi búzavetéstölet van. Annyi információ volt, hogy ilyen november 20-a környéken páran még elkezdtek búzát vetni, nem tartottam olyan nagyon jó ötletnek, de hát ugye a bekerülési költségek meg minden miatt. De kiderülne, hogy azért 100.000 hektárral kevesebb van, mint amit szokott az elmúlt években, azért az egy információ lenne a piacnak, hogy azért az árak elindulhatnának fölfelé. Úgyhogy itt tartunk, nem tudjuk felmérni a vetés állapotokat a hó miatt, úgyhogy lehet, hogy ezzel csúsztatnunk kéne. Egy biztos, hogyha ugyanazt termelünk, meg ugyanúgy termelünk, mint Ukrajna, akkor nem sok esélyünk van. Tehát már amivel meg kéne magunkat különböztetni az ukrán termelőkhöz képest, akik egyébként nem is ukránok, csak ebben a részben nem akarok belemenni, hogy más minőséget kell termelnünk, és ugye vissza kell szerezni azokat a bizalmi piacokat, amik vannak. Ugye egy külön konferenciát lehetne arra tartani, hogy az EU csatlakozás, ukrán-EU csatlakozás és egyebek, hogy lehetnek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.